Hello, jó reggelt! Kívánok, most haladunk végig a Napoka utcán, a Flasterit kezdődött. Itt látható majd jobb oldalt a Continental szálló, és bal oldalt a Mátyás Király tér, aminek nem ez a neve, de mi így nevezzük. Esetleg Kolozsváron jársz, ajánlom mindenféleképpen, most valami olcsó kocsik kiállítás van, figyeled? Kint vagyunk az Ószeren, a kajáldás résznél, lenyomunk egy pár micset itt valahol. A mai menü mics. Az Ószeren lévő mics. Bejöttünk a Bánfi házikójába, Bomcirán. Itt található a Bánfi kastély Boncidán. Nagyon gyönyörű épület. 15 évvel ezelőtt meglátogattam. Kicsit jobban fel van újítva már. Valaki fúr, farag benne. Meg lehet tekinteni, ajánlom, ha esetleg erre jársz, mindenféleképpen látogasd meg. Gyere, mutassak valamit. Itt található a Boncidai Ferde torony. Ez a torony, ez dől, megállították, de nem csinálják meg. Nem értem, hogy miért, hisz itt van az Electric Castle, rengeteg milliót behoz. Mégis nagyon kevés változás történt. Boncidai kastély látogatás. Itt vagyok bent a Bánfi palotának a tornyában. Nagyon romos még mindig. Ezt figyelnek. Ilyen vastagok a falak. 2,5 méter. Átmegyünk a másik terembe. Így néz ki. Fent, figyelj meg, lyukas az egész. Az beton volt, az is lerohadt. Végül is itt egy emelet volt. Ez meg egy másik terem. Nádi ott távol van. Itt még megvannak a kövek. Hello, Nádi! Hogy néz ki? Hát... Nagyon komoly, nem? Van mit csinálnia. Hát ilyen az állapot. Nézd meg, egy kis sunyi ajtó, lássuk, hova vezet. Hihetetlen. Akár itt ki is lehet menni. Na hát ez a gótikus. Találtam valamit, az eredeti csempe, egy darab még megmaradt éppen, ez. Több száz éves motyó. Csoda, hogy beengedtek, nagyon örvendek, így le tudom filmezni ezeket a dolgokat. Ezek a pallókon kell átmenni. Így lehet itt közlekedni, nagyon galambokkal az egész gyerek. Megvizsgáltam a kastélyt, Nádi itt pihenget. Keszkötő fej. Itt mi? Jó estét kívánok! Most lemegyünk Stankovhoz, Stankov és Lászlóhoz. Autóbusszal megyünk, mindjárt érkezik a 9-es, egy percen belül. Bár megítünk egy-két sört, ezért nem kocsikázhatunk, úgyhogy a jó őre 9-essel megyünk le a Kakasos templomhoz. Hello, Stankov! Szerintem elindult felidő is. Mi is ott vagyunk, 5 percen belül. Busszal. Ciao, ciao! Ez egy cujkát. Igen, már mióta hívárom. Te nagyon ügyes vagy, Stankó. Nagyon jól jár itt a kezed, figyelmek. Stankó konyhája, mesél titkairól. Nem eladó. Ebben a lakásban voltak bulik? Nem, egy sem volt. Soha. Jó reggelt, felébredtünk, elmegyünk Szatmárra. Meglátogatjuk azt a várost, ahol nagymamám született. Fontos város számunkra. Élvezik a vezetést. Na, megérkeztünk Szatmárra, itt vanunk a főtéren. Hát templomból sok nem látszik, mert éppen tatarozzák. Megmutatom belülről röviden.
hát továbbá egy található Szatmár főtere, nagyon szép. Ez volt mama lakása. Én nem tudom, hogyha még ez volt az eredeti kapu. Hát ez volt mamáik lakása, most bent vagyunk az udvaron. Hát sok minden nem látszik innen, de ez volt akkor mamáik háza. Visszaértünk Szatmáról, nagyon jól éreztük magunkat. Itthon vagyunk a legendás házban, de lássuk, mi van a hűtőben. Hoppácska! Csiki csempész, egy kis pohárkával. Meg kell inni. Ué, nem gyerekjáték. Gyorsan el kell oltani egy csikivel. Itt található Mátyás királyi tér. Búcsúzunk Kolozsvártól. Elhagytunk. Ciao. Lassan csekkolunk ki Kolozsvárról egy búcsúebéddel. Supo de fasole barbecue csolana fumát. Ez a mai menő. Nádi már teszi bele a csipőst és a smantanát. Ez így kell enni. Füstölt csurkos bableves tejföllel és csípős paprikával. Megjött a mitite és hatalmas adag mustára. Nádinak a lila káposzta a helyi specialitása. Rostonsult csirkemellel. Hát ennyi volt, lejárt a sztori, elhagyjuk Kolozsvárt újra. Mindig, amikor elmegyünk, egy kicsit szomorúak vagyunk, itt hagyunk mindent, meg mindenkit. Nagyon jól éreztük magunkat, sikerült bejárunk egy pár újabb helyet Erdélyből, direkt nem mentünk régi helyre, hanem inkább újakra koncentráltunk. Kivettünk egy kis Dacia Logan, de hát egy hatalmas Duster-t kaptunk. Életemben először vezettem akkor a kocsit, nehéz volt megszokni, de egy nap után megszoktam. Le se akartam szállni a voláról, leginkább én vezettem, nagyon ritkán engedtem Nádit. Frankfurtba, remélhetőleg nem késük el a csatlakozást. Bye bye Kolozsvár!